olyan isteni véletlen folytán szakadt ki belőlük ez a találkozás, és annyi minden összeesésnek a törvényszerűsége, vagy isteni ajándék, eredményezte, hogy muszáj csak egy ötletet elszállni. A Nóri meg a Réka lányom rendszeresen abban vizsgálnak, hogy én névnapomra valami olyan ajándékot kapok, amire ők azt gondolják, hogy nagyon szeretnék. Legutóbb, két évvel ezelőtt azt mondtam, hogy mehetek, befizettek lovagot. Borzasztan örültem. És na most idén befizettek egy barlangtúrára. Na a barlangtúrán ugyanúgy tudom, még életemben nem voltam ilyen barlangban. De ha semmit nem éreztem, szóval semmi különösebb élmény nem volt az egész, mikor kijöttem, akkor kezdtem erre menni. Na, amikor mentem erre a túrára, ott áll a túravezető bejáratánál egy ilyen fura, kopaszos fószer, és olyan testi hangon frosztrizza a lányát. Nézze meg a hang, de fura, honnan ismerem ezt, valahol nem ismerem. Mondom, csak nem. Oda mentem a túravezetőhöz, kérem a névsort. Olvasom, de. Még mindig nem mertem. Aztán között beszélget a feleségét, oda megy a feleségét, mondom, nem arra, hogy az ura szombathelyről hallott. Szombathely. Na, oda megyek hozzá. Gyárki István vagyok. Molnár András. Onnan kezdve Molnár András megszűnt testi készen lenni, visszaléptünk a zsömezbe, 40 éve, és valami olyan jót beszélgettünk, amíg fölmentünk a barlangig, és meg visszafelé is, ami az életi legfontosabb dolga itt érintett. Mi volt ebben a zsömezben, ami 40 év után, mint egy kapcsolásra azonnal kifordít mind a kettőnkből, mind abból, amit vagyunk, és abban például visszaállt abban, amit voltunk. És most azóta, mióta az Andréssel találkoztunk, gondolkodom, hogy mi volt. Mi volt ez, amiért mikor ezt a telefont kaptam a Beától, és ezután jött a telefon a Beától. Hogy te tudod, hogy 40 évesek vagyunk? Mondom, ki? Ja, kiderült, hogy mindannyian. És akkor mondja, hogy kinek találkozott össze. És innen kezdve nem volt készséges, hogy a találkozót össze kell hívni. Mert ha az Andréssel így találkoztam, akkor ez megszorozva, nem tudom, hogy mennyivel. Hát ez valami több. És akárkivel vettem fel a telefont, minden ez a hang. Akkor eszembe jutott, hogy végülis tegnap jutott először eszembe, hogy ennek a dolognak a lényege, hogy mindannyian igyekeztünk a tőlünk telhető legjobbak lenni, hogy megérdemeljük a másikat. Ez így működött. De mindenki. És ettől volt olyan jó itt lenni, amit életemben még soha és ezután se soha. Szóval valami olyan ünnepé tette azt a néhány évet, vagy hát nem tudom, változott és változott összetételű volt aztán, de alakult a dolog, hogy azóta sem volt átlálva. De talán mégiscsak azért az éneklés az összekötő szárunk, és azért azt gondoltuk, és az Isti, Fodor Isti, hadd mutassanak be, jó, mert volt olyan szíves, hogy a Kálvárián nem csak lehetőséget teremtett az éneklésre, hanem azt mondta, hogy jó lenne, ha a ma délutáni mise után énekelnek, ahol maradnának ott néhányan. Tehát már is van egy kis feladatunk, ahogy tekorán megcsinálni, ha van kedve. Na most még valakit be kell gyorsan mutatnom, mert őt se ismeri mindenki. Még a Péter fiam is azt mondta, hogy ki az? Mondom, hogy szégyen magad. De most elmondja, a Gadányi Beát, mert ő az ötlet anya. Nem is csak az ötlet anya, hanem kicsit ennek a találkozónak a szülő anyja is. De még nem látszik meg Ronita. és a keresztanya meg a Horváth Andi. Mert... Én is teljes extázis, hogy ezt mondtam, hogy ez így volt. És akkor, akivel erre keresünk képeket,
feltételeket, ezt én úgy semmi, ahogy volt, mindent elraktam, előse vettem semmi. Egész eddig. De amikor előmegettem a Magnus felem, elővettem egy év anyagát. Ennyit tanultunk, ennyi koncertünk volt, ennyi helyen járt, az egy történetes. Ilyen újságcikk, ki a franc írta? Róla? Közé tartoznak a Jeunesse koncertek, mert nem egyedül ültem ki a színpadon másfél órát, hanem egy koncerten belül játszottam, ahol olyanoknak játszottam, akik engem szerettek, becsültek, akikkel Párizsban meg itt-ott kalandoztam, éjszaka meg hülyéskedtelen mindent csináltam, és akik szerettek engem, akik nem kritikusként fogadtak, hanem bizalommal, és szeretett engem az ő közönségük is. Életemben olyan oldottan nem játszottam, mint a Jeunesse koncertekre. Azt mondja, nagyon sok mindenért hálás vagyok, ugye nagyon felnőtt társaság volt, nagyon jó volt közöttük lenni, de higgyétek el, hogy ez életem meghatározó mindenkit. Mindenkit puszilok. Vegyem. Nagyon sok mindenre nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy mi, hol történt, hogy történt, nem is biztos, hogy igazat mondok neked, megpróbálok utána nézni, a sorrendiségre nem emlékszem. De az emóciókra mindenre emlékszem. Tehát azok nem csaltak. Azokat tudom, hogy minek kapcsán mit, hogy éreztem. Miben úgy éreztem úgy, hogy röhögésbe fulladt, vagy Kim Marimba, amikor fölépett egy darázs, és a parányi Enik ekkora szoktyája alá be akart jönni, és onnan kezdve nem lehet egy koncertet adni. Szabad férjem volt. Oh!
Mikor tervezünk énekelni? Azt mondja, hosszúban. Komolyan minden énekeljük, legalább 3 óra. De tényleg olyan nagy volt a kísérletekben, sokan igen, nem lesz szíptam, de... Most nem ebben... Lefordítod. Demokrát. Megoldás. A felét próbáljuk, a másik felét... Szóval azt tudom, hogy... Tudom, hogy válaszolni nem válaszoltad, de most tudom, hogy legalább odáig elolvastad, hogy ismert. Utána nem ezt írtam, úgyhogy semmi, semmi, mert haladjunk. Oh.